Sziasztok, újabb Airsoft kicsomagoló videó. Ezúttal is egy pisztolyt fogok kicsomagolni, ami egy gáz blowback-es fémszánnal rendelkező Glock replika. Mit kell tudni erről a pisztolyról, amit most be fogok mutatni? A doboz szerint ez egy Storm Airsoft Arsenal márkájú fegyver, amit Tajvanba gyártanak. Legalábbis tudomásom szerint Tajvanba gyártanak. Ezt nem jelölik meg sehol a dobozon, de majd a pisztolyon lesz egy matrica erről. A dobozon kívül láthatjuk, hogy egy Glock logó van, nem is egy, hanem sok. És japán feliratok, angol nyelvű Chicken Perfection, és egy matrica jelöli, hogy mi van a dobozban, de ezen kívül nem találunk semmilyen leírást a pisztolyról. Most ez egy jó kérdés, hogy hogy kerülhetett egy Glock logó egy ilyen mondjuk úgy átlagos dobozra is, és hogy mi ez a Storm Airsoft Arsenal. Most a Storm Airsoft Arsenal ez csak egy brand, amivel Japánban kerül forgalomba ez a pisztoly. Valójában a Stark Arms VFC a gyártója, és azért csak Japánba kerül forgalomba, mivel a pisztolyon minden egyes jelülés és felirat megegyezik az eredeti fegyverével, amit Európában és Amerikában törvény büntet, mivel nincs licenszelve a pisztoly, tehát nem fizetnek a gyártónak, hogy felhasználják a logóikat és a feliratokat a pisztolyikon. Tehát ilyen pisztolyt valószínűleg nem fogtok találni a boltokban, ha igen, akkor csapjatok le rá, ha gyűjtők vagytok és mindenképp szeretnétek ilyen eredeti logókkal megáldott fegyvert beszerezni. Hogy miért csak gyűjtőknek, azt majd mindjárt meglátjátok. Na de elég is volt a dobozról és a háttértörténetről, lássuk, mi van a dobozban. A dobozban először is van egy használati útmutató, ami ugyancsak japán is, itt már angol nyelven is ír néhány dolgot, de hogy kinyitjuk, itt már csak és kizárólag japán nyelven van mindenféle felirat. Ez túl sokat nem fog nekünk segíteni a megértésében, viszont ami nagyon jó és hasznunkra válhat, hogy a robbantott rajz, ami ugyancsak szerepel a könyvecskében, minden egyes alkatrésznek ad egy számot, és a lista, az alkatrész lista az viszont már angol nyelven van, és így már használható bárki számára. Van néhány információ a pisztolyról, és hátul pedig ilyen biztonsági előírások, ami ugyancsak angol és japán nyelven szerepelnek. Aztán dobozban találunk még egy lepecsételt tanúsítványt, hogy milyen erővel lő a pisztolyunk. Itt azt írja, hogy 1,41-1,55 zsullal lő a pisztoly, ami nagyjából 120 méter per szekundumot jelent. Ez eléggé erős. Mivel mondtam, hogy ez egy licenszjogokkal nem rendelkező airsoft fegyver, ettől még felhasználtak mindenféle helyeken a Glock logót, úgy mint egy ilyen kis kendőn, ami nem tudom, ugye a pisztoly takarításához vagy ilyesmihez jöhet jól minden esetre. Kedves gesztus. Aztán megtaláljuk magát a pisztolyt, ilyen Airsoft Storm Airsoft Arsenal felirattal és egy csomó japán írással, amit most nem tudom, hogy mit jelentenek, meg hogy mit írod, de ha valaki tud japánul, akkor tessék. Mielőtt még a pisztolyt kivenném, van itt egy ilyen kis dobozka Glock felirattal, ami egy zacskót rejt,
És ebben a zacskóban, ha kibontjuk, találunk egy a tár aljára szerelhető kis kupakot, amivel sokkal ergonomikusabb lesz a fegyverünk. Ezen is megtalálható a Glock logó, és van egy BB vezető kis alkatrész, amit ha kicserélünk a tárban levőre, tehát erre cseréljük ki a tárban levőt, akkor a pisztollyal úgy is fogunk tudni lőni, hogy kiürült a tár. Ezt nem tudom, hogy ki használ ilyesmit, de aki igen, az tudja, hogy mire való. Szerintem ez az eddigi legjobb replika, amit a Glock lőfegyverről készítettek. Úgy mondtam, mindenféle helyeken szerepel a Glock logója. A szánon pedig megtalálhatjuk ugyancsak a Glock logót. 18C, tehát ez a típus a pisztolynak, Ausztria, hát igen, a Glock az egy osztrák márka, és a 9x19-es, ami a lőszer típusára utal. A pisztolyt megfordítva megtaláljuk az engedélyszámot, amivel gyárthatják a Glockot az Egyesült Államokban, de ez természetesen nem ott készült. Hüvelykivető nyílásnál ugyancsak megtalálunk egy Glock logót, egy olyan sorozatszámot, ami minden ilyen pisztolyon megtalálható, tehát nem egyedi a sorozatszáma. Ugyanúgy a szánon is megtaláljuk ezt. Még egy nagyon pici Glock logót itt. És, ahogy mondtam, a pisztoly Taiwanban készül. Ezt egy levehető kis matrica jelöli nekünk. Viszont ha levesszük ezt a matricát, akkor a Made in Austria Glock Inc. Smirna feliratot láthatjuk, ami az eredeti fegyveren is ugyanezt írja. Aztán még egy helyen, ahol megtalálhatjuk ezt a sorozatszámot, ami a BSE 023, de hát, hogy mondtam, minden pisztolyon, minden ilyen Storm Airsoft Arsenal pisztolyon ugyanezt fogjuk megtalálni. A pisztolyon megtalálunk mindenféle kezelőszervet, ami a Glock 18C-n meg kell, hogy találjunk. Kezdjük a tűzváltókarral, ami az egyes lövés és a sorozatlövés között tudjuk állítani a pisztolyunkat. Tehát ha lefele tekerjük, akkor sorozatlövés, hogyha fel, akkor egyes. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy itt két pötty jelzi nekünk, hogy több golyót fog kilőni a fegyver, és itt pedig egyet, tehát attól függően, hogy melyik pozícióban van állítva, úgy fog lőni a fegyverünk. Aztán megtalálhatjuk a tárkioldó gombot, amit benyomva ki tudjuk venni a tárunkat. Megtaláljuk a szánakasztót, ami egy működő szánakasztó, tehát az utolsó BB kilövése után a szánunk ebbe a pozícióban megakad, addig amíg egy újabb tárat be nem helyezünk, amiben vannak BB-k, majd ezt lenyomva, ez visszaugrik a helyére. Továbbá megtaláljuk a szán leszereléséhez szükséges gombot, aminek mind a két oldalán egy időben meg kell fogjuk a szélét, lefele húzzuk, és úgy le tudjuk csúsztatni a szánt a pisztoly alsó részéről. A Glock egyedi biztonsági mechanizmusa, ami az elsütő billentyűben található meg, ez a kis pöcök, ami arra szolgál, hogyha nem fogunk rá rendesen a ravaszra, csak így perdén hozzáérünk, vagy valami, így nem fogjuk elsütni a fegyvert, mivel ez a kis pöcök hátul megakasztja. Viszont ha rendesen ráfogunk, ez behajlik hátul, és így már le tudjuk nyomni, és így már lő a fegyverünk. A pisztolyon nyílt irányzékot találunk, ami fehér színű festékkel meg van jelölve nekünk, hogy gyorsabb és pontosabb célzást tudjunk elérni lövés leadásánál. Ahogy a
18C-s glokkoknál ezt láthattuk már. Itt a szán felső része ki van vágva, ez a hűtés miatt néz ki így. Ugyanúgy a cső is be van vagdosva, mivel nagyobb felületen gyorsabban hűl a pisztoly, mivel egy sorozat leadása után a lőfegyver az igencsak fel tud melegedni. És akkor lássuk, milyen alkatrészek vannak fémből a pisztolyon. Tehát elsőnek a szán, ami fémből van, a tűzváltókar, ami fémből van, a belső cső és a szán leszereléséhez szükséges kis gombok is fémből vannak. Továbbá a belső alkatrészek teljesen teljes egészében fémből vannak, ugyanúgy a szánakasztó is, és ezek a kis pinek, amik egyben tartják a fegyvert. Fémből készül még a tár is, ami egy egész impozáns kis megjelenéssel rendelkezik. Tehát egy ilyen matt feketére festett, csak úgy, mint a szán, nem egy ilyen csillogós fekete. Tehát matt feketére van festve, és hátul láthatjuk ezeket a kis pöttyöket, hogy hány golyó fér a tárba. Természetesen ez a Airsoft verziónál ez nem lényeges, de nagyon jól néz ki. És itt még len találunk egy újabb Glock feliratot. A tár gringázos, tehát azt megmutatnám, hogy hogyan kell megtölteni. Mivel a tárban nem találunk semmiféle lyukat, hogy hol tudnánk betölteni a gázt, ezért kérdezhetnénk, hogy akkor ez most biztosan gringázós. Hát igen, viszont a megjelenésre nagyon sokat adtak, hogy minden egyes felirat és textúrázott markolat és minden annak érdekében készült így, hogy minél jobban nézzen ki és minél valóságűbb legyen a fegyverünk. Ezért azt is megoldották, hogy ez a kis kupak elrejtse nekünk a gáztöltő szelepének a nyílását, amit kétféle módon tudunk levenni. Az egyik az, hogy megnyomjuk ezt a kis gombot befelé, majd lecsúsztatjuk ezt a kupakot a tárról, és így már elérhetővé válik a szelep, ahol be tudjuk tölteni a gázt. De hogyha nem szeretnénk a gáznak a töltő fejével benyomni a gombot, akkor körünket beakasztva ebbe a rugóvezetőbe, hátrahúzva ugyancsak le tudjuk szerelni. Nagyon jól illeszkedik, tehát elhagyni nem fogjuk ezt a kis kupakot semmiképp. A pisztoly nagyjából 800 g-ot nyom, 23 bb fér a tárba, és 97 mm hosszú belső csővel rendelkezik. Megmutatom azt is, hogyan kell leszerelni a szánt, és hogy állítjuk a hop-upot ennél a fegyvernél. Először is a tárat azt kivesszük, hátrahúzzuk a szánt, majd ezt a két kis pöcköt lehúzva a szánt előre toljuk, és már le is jött. Kicsit nagyobb erővel kell, mint a többi fegyvereknél megszokott, viszont ez is csak azt igazolja, hogy nagyon jó illesztései és anyagi minősége van a fegyverünknek. Ennél a pisztolynál láthatjátok, hogy már jó alaposan át van zsírozva a könnyebb működés érdekében. Van fenn a csatornámon már egy videó, hogy milyen problémákat találkoztam ennél a fegyvernél. Nos, azt most nem kommentálnám, nézzétek meg azt a videót, esetleg majd egy olyan videóval is jelentkezem, amiben ezt elmagyarázom. De most lássuk is a hop-up állításának a módját. Tehát itt van a hop-up kameránk, ami pont olyan, mint a Tokyo Marui-ban van. Legalábbis azon az elven működik. Van itt egy pici görgő, most a zsírtól nem igazán látszik. Ez itt, amit előre tolva, azaz óra mutatójárása ellenkező irányba tekerve, nagyobb mértékű hop-up
hatást fogunk elérni, amitől a BB egyenesebben is messzebbre fog szállni. Felszerelni a szánt ugyanolyan egyszerű, mint levenni, sőt, ha lehet még egyszerűbb, visszahelyezzük az elejére, pisztolynak, hátra húzzuk, és kész is van. Tehát ennél egyszerűbb megoldást én elképzelni sem tudok ennél a fegyvernél. A pisztolyon találunk még egy szerelék sínt, amire taktikai lámpát vagy lézert is felszerelhetünk. Ez hasznos lehet, ha épületben játszunk, sötét van, és ott jó szolgálatot tehet egy ilyen opcionális kiegészítő. Összefoglalva, a pisztoly nekem nagyon tetszik, nagyon jó anyagminősége van, és külön dicséretes, hogy mindenféle jelülés megtalálható a pisztolyon, ami az eredeti fegyveren is. Ezt a pisztolyt nyugodt szívvel ajánlanám gyűjtőknek. Az eredeti Glock jelülések és a kiváló anyagminősége miatt, és Airsoft játékosoknak is nyugodtan ajánlom, mivel nagyon jó anyagokat használtak fel a fegyverhez, fegyver készítésénél, és így valószínűleg hosszú távon is megbízható társunk lehet az Airsoft játékok során. Remélem tetszett a videó, ha szeretnétek még több ilyet látni, akkor iratkozzatok fel a csatornára, legközelebb új Airsoft fegyver unboxinggal és bemutatóval jelentkezem, addig is sziasztok!